Sziasztok! Nos, hát hamarosan képzeljétek el, egy jó kis túrán fogunk részt venni. Még nem jártam ilyen túrán otthon sem, nemhogy még itt Balin. Nagyon szép a környezet, megmutatom nektek, itt vagyunk a Rizsföldeknél. És elvileg marha izgalmas lesz, sőt, egy picit veszélyes is, úgyhogy nem tudom. Ezt egyébként már álmodtam ezzel kapcsolatban, tehát, hogy amióta gyerekeim vannak, valahogy ezt a veszélyt ezt annyira nem bírom. Sokkal parásabb lettem. Kristóf az ugye egyáltalán nem parázik. Alexet ottól hagytuk, mert őt ide egyáltalán nem lehet hozni. Nos, de nem szaporítom tovább a szót, megmutatom nektek, hogy miről van szó. Kristóf, hova megyünk? Kvadozni. Kvadozni? Menő lesz? Fúrira megy. Nézd, hogy mennyi csizma van? Választ egyet. Törül, hogy jössz. Micsoda? Törül, hogy jöhetsz. Nem, csak tanult meg. Maradj itt. Jó, maradj itt már. Jó. Amúgy is drága volt. Gyere szlómóba. Fú, de szlómó vagy. Vissza gáz. Thank you.
végeztünk ezzel a vadozással. Voltak olyan pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy apóra meg fogom ölni. Soha többet nem állok vele szóba, de egy hétig biztosan nem kap enni sem, meg semmit. Figyeltek, félelmetes volt. Tehát, voltak benne olyan helyzetek, amikor fölfele kellett menni, hogy én azt hiszem, hogy visszaborulak vad, vagy amikor lefele kellett menni, egyszerűen nem tudtam már fékkel megfogni. Hát ez, és a csat, vagy mi ez a barlang, ebbe a sötét barlangba, klaustrofóbiásnak, el tudjátok képzelni. Úgyhogy szerintem ez direkt csinálta. A barlang az volt a legjobb. A barlang volt a legjobb, mert te nagyon bátor vagy. Te vagy a legbátrabb Kristóf a világon. Fú. Túléltük egy szónaki százaléken. Egyelőre nem igazán tudjuk, hogy mi történik. Egy tízes különkön. Igen, ne lőd le a poén. Nem tudjuk, hogy mit történik az esküvőkön, úgyhogy kicsit aggódunk is, hogy vajon sikerül-e ma ez a frígy számunkra.